Sziasztok! Szép jó napot kívánok nektek! Ebben a videómban lezárom az ázsiai importként Ausztráliába érkező új autók sorozatát, mégpedig egy 1-től 10-ig menő listával, hogy nekem, az én véleményem szerint melyik autó a legjobb, és az melyik a tizedik, és hogy helyezkednek el 1-től 10-ig a köztelevők. De mielőtt belemegyek, rátérek a részletekre, meg akarom mutatni nektek ezt a Holden Colorado-t, mégpedig a színe miatt. Ilyen gyönyörű, narancssárga színű SUV-t, Special Utility Vehicle-t, tehát speciális mindentudó járművet, még nem láttam. Ez egy ezüstös csillogó narancs szín, ami ritka. Úgyhogy ha ezt meg kellene rendelni, ez a szín biztos optional extra, ezért vastagon extrát képvisel. Ez annyira különleges. Teljesen új, ilyet még senki nem csinált. Úgyhogy ez a General Motorsnak a produktuma, ez a Holden Colorado. Valószínű Chevroletként jön ki Amerikában. Nem tudom, Európában van-e ilyen. Minden esetre gyönyörű. Úgyhogy el is kezdem. Hát ezen ár nincs, de gondolom 50 ezer fölött van vastagon. Úgyhogy gyerekek, el is kezdem a sorrendet, a listám sorrendjét, ami úgy néz ki, vitathatatlan, nem tudom a ti szemetekben is így van-e, hogy magasan az első a Toyota. Tehát a megbízhatósága, a széleskörű választéka, például a kezdve a SUV-któl a Land Cruiser, Hilux, utána a buszok, a commercial járművek, tehát a van-ek, mindenféle furgonok, és akkor attól kezdve pedig a szedán, családi autók, a Camry, a Corolla, akkor a még kisebb a Echo, meg a Yaris. Szóval, gyerekek, a múltkor voltam a Toyota szalonnál is, és káprázatos volt a minőség, a választék, és hát ugye az évek folyamán, sőt az évtizedek folyamán megszerzett bizalom, megbízhatóság. Tehát Toyota number van. Most mielőtt tovább megyek, itt egy érdekes dolog, ez a Mitsubishi Triton, mivel így fölemelték, legalábbis fölálltak erre a rámpára, érdekes megnézni, hogy milyen az alja. Bemászok nektek ide alulra, remélem a kalapom nem lesz olajos. Most elől, ugye ez itt a sebváltója neki, valószínű automata. Még előbbre nem látok, mert a motor úgyis plastik burkolattal van eltakarva, ugye, ami a kőfelcsapódás, stb. Előzi meg. És akkor itt van, gyerekek, a kardántengely, mert ez természetesen négy kerék meghajtású. Ez itt a kipufogódob, azon az oldalon a benzintartály, akkor a laprugós, régi típusú, és dobfékes, úgy látom, tehát ez a teljes régi tervezés. Biztos vagyok benne, hogy elől pedig tárcsafék van, és akkor így van felfüggesztve a pótkerék természetesen, hogy ne foglaljon helyet se az utastérben, se a rakodótérben. A nyúlványok szépen kijönnek idáig, de még egy hosszú rész van az ütköző felfüggesztésnek is, ad egy extra hosszat a kocsinak, egy olyan crumple zone-t, tehát ilyen törés
biztonság kedvéért, úgyhogy gyönyörű szép. Igen, itt van gyerekek a dobfék, és elől a tárcsafék természetesen. Úgyhogy gyönyörű szép az eleje. Vadonatúj, Karent modell rendszám nélkül. 38.990, ami egy nagyon jó ár, mert ezek a 5 személyes SUV kocsik, ugye a Toyota, a Colorado, a Nissan, Novara, meg ezek, de bőven 50 fölött csattognak. Tehát ez egy olyan, jó, hogy lehet, hogy gyengébb modell azokhoz képest, nem igen veszi fel a versenyt. De, ha új ilyen SUV-t akarsz, garanciával, itt van. Úgyhogy ezzel is lehet azért villogni az úton is, meg a földeken is. Oké, szóval visszatérve a listámra, második helyre tettem a Mazdát. Ugye? A Mazda már nagyon régóta megbízható, népszerű járgány, és állandóan kijönnek valami jó, szép kis tervezéssel, tehát nincs hullámvölgy. Jelenlegi Mazda 6, a Skyactiv, az most már évek óta veri a mezőny szerintem a kategóriájában, hát ezt az ázsiai piacra értem, tehát az ázsiai gyártmányok közül. És ugye a Mazda 3-as is nagyon népszerű, nagyon magas az eladási száma neki, nagyon szívesen veszik az emberek. És hát ott a Mazda 2-es is, ami egy nagyon ügyes kis szaladgáló autó, de van neki nagyobb járműve is, mint a BT 50-es SUV, és nem beszélve ugye a 2 és 4 kerék meghajtású kis SUV-król, a CX-3-as, 5-ös, 7-es, és a legnagyobb a CX-9-es. Tehát egy olyan sorozata van, egy olyan palettája, ami minden kategóriát, színvonalas, jó kinézésű, klasszis kocsikkal vált el, szóval number two. Harmadik helyre teszem a Hondát. Nem tudom, hogy ez egyelőre megérdemli-e, de a Honda szépen lassan, de biztosan csúszik le a listámon. De még azért a harmadik helyre választottam a minősége miatt. És hát ezt a Civicnek köszönheti elsősorban, és a nagyon népszerű Honda Jazznek. Úgyhogy itt most éppen a Hondánál vagyok, úgyhogy aktuális. De azon felül nem sokat mutat a Honda, most már egy pár éve, és ahogy hallom autós berkekből, Ausztráliából ennek az évnek a végén ki is vonul a Honda. Nem tudom, ez mit jelent, mert autógyára eddig se volt, hogy megszűnnek a szalonok, és csak privát import lesz. Nem tudom, hogy fog ez működni. Tehát egyelőre harmadik helyen van a Honda, de gyerekek, nem sokáig. Na most innentől, a negyediktől lefele egy kis harc alakult ki, legalábbis az én agyamban, úgyhogy negyedik helyre tettem azért mégis a Nissant, ami tulajdonképpen följövőben van, mert nálam, főleg a régi Nissanok miatt, nagyon lent volt a listán. De a mostani, tehát a régi Nissanok nagyon hamar rohadtak, nagyon olcskák voltak, rájuk se néztem. Viszont a mostani típusok, a Patrol, a Novara, és hát ugye korábban azért a Skyline, azok gyerekek nagyon megerősítették a Nissant, úgyhogy ezek miatt, a kocsik miatt, itt most pont egy Nissan Patrolhoz értem, nézzétek meg,
ez bizonyítja az igazamat. Ez egy hatalmas nagy világverő SUV, amit bármikor bevennék a gyűjteményembe, ha nem lenne ilyen baromi drága. $88,000 ugyan lehozták 86-ra, és 2000-et spórolsz, ez egy 2019-es TI modell, vonóhoroggal, tehát készen áll, hogy arra, hogy elvontasson egy házat. Azt hiszem 3,5 tonnát képes elhúzni. Plusz. Úgyhogy ez, gyerekek, nekem nagyon bejött. Tehát ezért is negyedik a Nissan. Most 5. helyre nagyon erősen jön fölfelé, és azt hiszem megérdemelten tettem a Hyundai-t. Próbálok találni itt egy Hyundai-t, de azt hiszem, hogy nem nagyon lesz. Mégpedig a 7 év garancia miatt, amit azt hiszem ők vezettek be legelőször, és az egyre szélesedő választéka miatt. Tehát az új tervezésű kocsijaik körülbelül egy olyan 6-8 éve nagyon fölrázták az autóipart, úgyhogy gatyába kellett rázódniuk a nagyobb nevű márkáknak ahhoz, hogy ne hagyja őket le. Úgyhogy egyenlőre 5. Aztán majd meglátjuk, hogy a jövőben fölfele megy egy-két helyjel, vagy esetleg lecsúszik, nem tudom. Na most 6. helyre tettem a Mitsubishit, mert az megint csak régi harcos a nemzetközi piacon, a világon mindenhol ott van, és rendszeresen dobott ki újabb és újabb merész tervezésű kocsikat. Habár jelenleg egy olyan 3-4 éve a személygépkocsi választéka silány. Tehát nem jöttek ki semmi olyan új dologgal, ami megfogta volna, megragadta volna a vevőkört. Tehát itt van egy Mitsubishi, ezekből a kis és nagyobb SUV-kból él jelenleg, meg az a nagy kék, amit mutattam, hogy olcsón tudják adni. Hát gondoltam, egyelőre megérdemli a 6. helyet, aztán majd meglátjuk a közeljövőben, hogy ez is merre fog mozogni. Na most a 7. helyér, gyerekek, harcolt a Suzuki és a Subaru. Na most, mivel a Subaru az nagyon csak egy modeles gyár, egy modeles jármű, a 4 kerék meghajtású Subaru Sport szedán, hogy jellemezzem, ezért megelőzte az én szemembe őket a Suzuki. És főleg a világon, az emberek körében olcsó és aránylag megbízható Suzuki Swift miatt. Tehát a jó Subaru minőségű 4 kerék meghajtásút háttérbe szorítja szerintem az, amit a nép könnyebben el tud érni anyagilag, és sokkal-sokkal, lehet, hogy 100 000-kkel többet ad el a Suzuki, mint a Subaru. Tehát 7. a Suzuki, 8. a Subaru. Na most, ugye felmerül a kérdés, hogy hova teszem a Kiát, amit eddig szívből, hát nem is utáltam, de megvetettem olyan szempontból, hogy nagyon konzervatív, más kocsikat lekoppintó, megbízhatatlan, híre nem levő átlagautó elsunnyog a háttérben. Hogy ezt betettem eredetileg 10. helyre. És az Isuzu, aminek csak egyetlen egy SUV kocsija az, ami jó, de nagyon jó, erős, megbízható,
És hát ezen felül vannak a teherautói, a furgonjai, amik szintén jó megbízhatók, de ez nem elég ahhoz, hogy a most feltörekvő és nagyon sok új dologgal kijövő Kiát megelőzze. Tehát a Kiát előléptetem ezennel ünnepélyesen a 10. helyről a 9. Úgyhogy hajrá Kia 9. helyen. Az előző videómban láthattátok is a Kia szalont. Bemutattam a sok szép, újszerű 3 vagy 4 kategóriát. Kicsi, közép és nagy. Úgyhogy azt hiszem ott győződöttem meg arról, hogy a Kiának igenis jogos az előrelépése. És így akkor a 10. helyre visszacsúszott az Isuzu, vagy Isuzu, ahogy ti mondjátok, mert az most már évek óta, lehet 5-10 év óta is eltelt annyi idő, és nem mutatott semmit. Tehát gyerekek, így megtörtént a lista bemutatása. Úgyhogy írjátok meg, hogy ti mit gondoltok róla, mi a véleményetek, nektek mi lenne a sorrendetek, ha nem is 10-ig, de legalább az első 3-4, mi az, ami nektek a favorit, mi az, ami nektek van, mert amit vezettek, az biztos előbbre lesz a listán, jobban ismeritek, jobban szeretitek. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és jó tanakodást kívánok erre a témára. Azért is dobtam föl, hogy legyen róla egy kis társalgás, egy kis vita, egy egészséges eszmecsere nem árt. Úgyhogy köszönöm szépen, ha tetszett, lájkoljatok, de még fontosabb, hogy jelöljetek meg. És akkor az nekem is jó, ti is megtaláltok könnyebben, úgyhogy vigyázzatok magatokra, minden jót kívánok, sziasztok!